Április 20-án, szerda este, jó estét kívánok, a Tatai Körzeti Televízió napi híradóját látják. Tartsanak velünk ma este is. Összbírói értekezletet tartottak Tatabányán. Elindult a motoros szezon, óvatosságra int a rendőrség az utakon. Ácson készült el az ország legnagyobb húsvéti tojásfája. Két közönségkedvenc tárlattól búcsúzik a héten a Tatai Vár. Rendhagyó táncóra a Környei Művelődési Házban. A 2021. évi eredményeket összegezték a tatabányai törvényszéken. Az összbírói értekezlet a Komárom-Esztergom megyei bíróságok tavalyi munkáját értékelte és ismertette a soron következő feladatokat. Az értekezletet megelőző sajtótájékoztatón dr. Csorba Zsolt Ödön, a tatabányai törvényszék elnöke foglalta össze a tapasztalatokat. A tatabányai törvényszék munkáját is a pandémia határozta meg az előző esztendőben. A tavalyi év eredményeiről a törvényszék elnöke számolt be stábunknak. Mi először tartottunk is ettől, hogy egyáltalán hogy fog működni a bíróság. Azonban az elmúlt éveknek azok a digitális fejlesztései, a digitális bíróság program keretében ezek elsősorban informatikai fejlesztések, amelyek lehetővé tették azt, hogy távolról is hozzá lehessen férni bírósági rendszerekhez. Hát azok most sikeresen élesben kipróbálásra kerültek, és azt kell, hogy mondjam, hogy függetlenül a pandémiától kialakítottunk egy olyan munkarendet, amelyre korábban is törekedtünk, sikerült kialakítani egy olyan munkarendet, amely miatt mi az eredményeinkkel javuló évet tudunk felmutatni a 2020-as évhez képest. Jobb eredményeink vannak. Több ügy érkezett, de többet fejeztünk be. Ezeknek a minőségi mutatói is jobbak lettek. Mindez úgy, még egyszer mondom, hogy a bíróság létszámában voltak időszakok, amikor jelentősen nem is az épületben láttuk el a feladatainkat. A támeghallgatás az egy nagyon-nagyon jó intézmény. Először furcsa volt természetesen, abban szocializálódtunk, hogy a tárgyalóteremben ülünk bírók, és jönnek az ügyfelek. Azonban a támeghallgatásnak nem csak a pandémiánál van jelentősége, akkor is jelentősége van, hogyha valaki olyan körülményeket lás például fogva tartott vádlott büntetőügyben, vagy például valaki az ország másik végén lakik. Megfelelő eljárásoki garanciákkal tud élni azzal a jogával, hogy az eljárásban szerepeljen. Tehát már előtte is volt távmeghallgatás, azonban a pandémia felülírt mindent. És a szükséges jogszabályi háttér kialakításával gyakorlatilag az eljárások áttértek jó részében erre az eljárási formára is működött. Nagyon nagy önbecsapás lenne, ami azt gondolnánk, hogy azért, mert ezekkel a számokkal bírunk 2021-ben, akkor mi most mindent megtettünk, nem tettünk meg mindent. Azt sem tehetjük meg, hogy csak külső körülményekre fogunk esetleg egy eredményt, ami nem úgy alakult. Pontosan tudjuk, hogy melyik az a terület, amit fejleszteni kell. Azt csak reméljük, hogy azt is tudjuk, hogy hogyan. Minden esetre folyamatosan a vezetőkkel együttműködve, pontosan a vezetői felelősség növelésével. Én abban bízom, hogyha egy év múlva majd értékeljük ezt az esztendőt, akkor majd még jobb mutatókról tudok beszámolni. Már nem csak a csillagászati, a valódi tavasz is megérkezett hazánkba. Az időjárás előrejelzések a következő hetekre sok napsütést jósolnak. Ezzel egy időben folyamatosan nő a motorosok száma is az utakon. A biztonságos szezonkezdéshez adott útmutatást a rendőrség. Évről évre növekszik a motorkerékpárosok száma, egyre többen közlekednek az utakon. Az első tavaszias idő megjelenésétől a motorosok közúti viselkedése a figyelem középpontjában áll. Az emberek az alapján ítélik meg őket, ahogyan az utakon közlekednek. A Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság az alábbi baleset megelőzési jó tanácsokra hívja fel a motorral közlekedők figyelmét. Azra szeretném felhívni a figyelmet, hogy jó pár hónapot ki kellett hagyniuk. Ez mind technikai vonzata van ennek, mint pedig a rutin. Technikai vonzat, arra hívnám fel a figyelmüket, hogy a járművöket, ha nem értenek hozzá, akkor nézessék át mindenféleképpen. Gumiabroncsok előregednek, pár éves gumiabroncsnak töredéke, a tapadása, mint egy újnak. Ez kellemetlen meglepetéseket tud okozni. Ruházat, amit ki kell emelnem, egy olcsóbb kategóriás bukósisak, pár év alatt ezek termoplasztik sisakok, pár év alatt kikeményedik a héjazata, ami egy enyhébb fokú ütközés esetén is már nem nyújt kellő védelmet, eltörik,
még egy drágább sisak ezért megéri, mert egy hosszabb távú befektetés, azt gondolom. Kijöttek ebből a gyakorlatból, hogy egy nyomon haladó járművel közlekedjenek, nem csak ők, hanem a közlekedés többi résztvevői is elszoktak attól, hogy nagy sebességgel érkező jármű kis felületű szemből nehezenben észrevehető, emiatt a többi közlekedés többi résztvevőjétől is nagyobb figyelmet várunk el. Motorosokkal kapcsolatban talán ezt a 11-19-es számútat, összekötő utat jelölném meg, ami népszerűsége folytán nagyobb motoros számmal büszkélkedhet. Ugye ez Tatabányáról Hérek irányába és tovább Tátig tart, ez a szerpentines rész az, ami nagyon populáris az elmúlt években, jó minőségű az aszfalt, de ezen kívül lakott területen is volt sajnos olyan súlyos sérüléses balesetünk, amikor a vétlen motoros elé kikanyarodott személygépkocsi szemből érkező. Rekordkísérletbe kezdtek a húsvéti ünnepek alatt Ácson. A város lakóinak célja az volt, hogy egy 2009-es kazincbarcikai csúcsot megdöntve több mint 15 ezer tojással dekorálják fel a település legnagyobb fáját, ezzel beírva magukat a magyar Guinness rekordok közé. 16.650, ez az a bűvös szám, amellyel Ács magyar rekorder lett. Ennyi hímes tojás került a város legnagyobb platánfájára. 2022. április 16-át minden ácsi az összefogás jelképeként tekintheti. 16.710 darab festett tojással indultak neki a kísérletnek. A szeles idő miatt csupán 60 darab tört össze, így is jócskán felül múlva 2009-es kazincbarcikai 15 ezer hímest. Nagyszerű civil összefogás eredményét látjuk itt magunk mögött, hiszen átvették a rekord tulajdonos címet a 2009-ben felállított kazincbarcikai rekordvárostól, hiszen itt most jelentősen több mint 10%-kal sikerült túlszárnyalni a legtöbb tojást tartalmazó tojásfa magyar rekordját. 16.650 díszített tojást láthatunk itt magunk mögött a város legnagyobb platánján. Nagyjából délelőtt 3:49-kor kezdték meg a platánfa dekorálását a helybéliek, és az összefogásnak köszönhetően 11:30-kor már ünnepelhették a rekordot. A közösség 2020 óta készült a kísérletre, azonban a koronavírus járvány miatt 2 évig nem volt lehetőség a megvalósításra. Hatalmas segítségem volt a tűzoltóság, Ács önkéntes tűzoltó egyesülete, illetve a nyugdíjas klubok és helyi képviselők. Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek mindent, aki egy kicsit is hozzátett ehhez, mert ez nem az én érdemem, ez az ácsiak érdeme, és igenis, aki egy kicsit is hozzátett, talán egy tojást, vagy százat, vagy fűzésben, tehát itt egy hét alatt fűztek fel a nyugdíjas klubok, illetve civil nyugdíjasok, akik bejártak a művelődési házba folyamatosan fűzni. És ez akkora öröm, számomra olyan hálás vagyok, hogy ez nagyon nagy dolog. A következő hímes tojásfa rekord kísérletére feladták a leckét az ácsiak, de ha sikerül ezt is megdönteni, az biztos, hogy Ács egy újabb kísérletet tesz annak megdöntésére. A folyamatos megújulást szem előtt tartva jelentkezik rendszeresen új időszaki kiállításokkal a Kuni Domokos Múzeum. Április 24-éig 2 tárlat várja a művészetkedvelőket, így Elszabó Margit textil összeállítása, valamint Keleti Éva fotóriporter alkotásai. Keleti Éva fotóriporter összeállításától és Elszabó Margit textilművész munkáitól búcsúzik a Tatai Vár. A két közönségkedvenc kiállítás még április 24-éig tekinthető meg a Kuni Domokos Múzeumban, később ugyanis újabb művészek kapnak bemutatkozási lehetőséget. Elszabó Margit textilművész kiállításától búcsúzunk a héten. Egy különleges hangulatú anyagot láthattak a látogatók, olyan alkotásokkal, ugye, ami direkt ide Tatára készültek, hiszen Tatán nevelkedett és életének fontos szakaszát töltötte itt a művésznő. Én azt hiszem, hogy aki teheti, ideje van, látogasson el a Vármúzeumba, és természetesen Keleti Éva összeállítását, fotóit láthatják fénypontok elnevezéssel az emeleti kiállítóterünkben. Csikós Gábor kurátor azt hiszem, hogy egy nagyon különleges anyagot tudott itt megvalósítani első vidéki helyszínként. A Fellner Jakab emlékévhez csatlakozva különleges program várja az érdeklődőket április 22-én délután 4 órától Tatán. E hét pénteken délután 4 órakor indul ez a bizonyos bejárás, ez a műemléki, nem séta, hiszen egyetlen egy épületről van szó.
ez a műemléki bejárás, a kapucinus templom előtt fogunk találkozni. Ezt a sétát én vezetem, de a többi séta során kollégákkal is, sőt meghívott előadókkal is, illetve meghívott műemléki kutatókkal is fognak találkozni azok, akik szívesen részt vesznek ezeken a rendezvényeken. A szabadtéri programok sorát a Föld napja alkalmából létrehívott séta is bővíti, amire április 22-én este 6 órától várják az érdeklődőket a Tatai vár előtt. A latin zenével ismerkedhettek a táncos lábú érdeklődők a Környei Művelődési Házban. A jó hangulatú, közös testmozgás mellett a jótékonykodás is fókuszba került, az ebrendészeti telep mentett állatainak gyűjtöttek. Tánc és jó tett. A Környei Művelődési Házba nem csak a ritmus érkezett, hanem a felajánlások is. A táncórák árát nem pénzbeli, hanem segítségnyújtásban mérték. Az oroszlányi ebrendészeti telep számára segített minden kis résztvevő. Jelenleg most környén táncolunk, és ide várjuk a környei gyerekeket is. Elsősorban latin-amerikai táncokat táncolunk, korábban párosok is voltak nálunk, de ugye a fiúk kevés számának köszönhetően inkább a lányokra fordítjuk most a hangsúlyt. Tehát itt is mondom, hogy toborozzuk a 9-12 éves, de általában a 8-tól 14 éves korosztályt. Hobbi szinten táncolunk, de versenyző kislányaink is vannak, elég szép eredményekkel szerepelnek az országos versenyeken. És szamba, csacsacsa, rumba, pazotoble, jive, illetve egy-két standard táncba is ezért beletekintenek. A Környei Művelődési Ház harmadik alkalommal segít az oroszlányi ebrendészet számára szervezett gyűjtéssel, amelyre már szép számmal érkeztek az adományok. Nagyon szépen köszönjük Hafner Témának, illetve a Szinkron Tánc Stúdiónak ezt a felajánlást, akik úgy tartják a mai foglalkozást a környei gyermekek számára 15 és 17 óra között, hogy részvételi díj mentesen, ám de a nyuszi buli résztvevőitől azt kérte a Témea, hogy jóti falatot, száraz tápot, amit gondolnak, hozzanak, és ezzel is támogassák a kezdeményezésünket, és az imént pont egy 3 kiló száraz táppal érkeztem ide, hát, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Ezzel a 3 kilóval már 96 kilónyi száraz tápnál járunk, és valóban azt kell mondjam, hogy egy picit aggódtunk az elején, hogy a háborús helyzet miatt, hiszen most nagyon-nagyon sok gyűjtés van, a mentett kutyusok majd háttérbe szorulnak, de nagyon-nagyon pozitívan kellett csalódnunk, és nagyon büszke vagyok tulajdonképpen a környeiekre, és szerintem környékbeliekre is, mert találkoztunk már itt olyan hölgyel, akiről tudom, hogy nem környei, és hozott adományt. Civil kezdeményezést indított a Tarjáni Német Nemzetiségi Egyesület, Ifjúsági Klub és a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület a felgyülemlett hulladékok összegyűjtésére. A személygyűjtő akció időpontja április 23-a, szombat 9 óra, találkozási pont pedig a sportpálya parkolója lesz. A zsákokat biztosítják a helyszínen, de a szervezők azt kérik, hogy kesztyűt, láthatósági mellényt és vizet vigyen magával minden résztvevő. Arany János életéről és munkásságáról szóló előadásra invitálja az érdeklődőket a Tardosi Művelődési Ház. Április 24-én vasárnap 18 órától a program az Aranymetszés címet viseli, és a Dériné program hozzájárulásával valósulhat meg. Szerda esti híreink következnek egy-egy mondatban. Őszbírói értekezletet tartottak Tatabányán. Elindult a motoros szezon, óvatosságra int a rendőrség az utakon. Ácson készült el az ország legnagyobb húsvéti tojásfája. Két közönségkedvenc tárlattól búcsúzik a héten a Tatai vár. Rendhagyó táncóra a Környei Művelődési Házban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Április 20-án szerda este a Tatai Körzeti Televízió híradóját látták. Én további szép estét kívánok, viszontlátásra!